Ipohídvik és Drigai Palánk lakossága 70 évet várt annak az Ipohídnak a felépítésére, mely a két települést köti össze. A II. Világháborúban felrobbantott híd újjáépítése 20 kilométeres kerülőt spórol meg a két szemközti falu lakóinak, ha szeretnék egymást meglátogatni. Az Ipohídvik Drigai Palánk híd azon híd, hidak közé tartoznak, amelyek mindig is a ranglistán az elsők között szerepeltek. Nem volt tulajdonképpen kérdés, mind a magyar fél, mind a szlovák fél támogatta ennek a hídnak a megépítését, ahol elsősorban a munkaerő mobilitás erősítése volt a cél. Meggyőződésem, hogy azért egy új Ipoly híd ettől többet jelent. Nem csak új munkahelyek teremtését, hanem azokat a szétszakadt kapcsolatokat, családi, baráti együttléteket fogja visszahozni, amit már szinte elveszettnek hittünk. A híd ünnepélyes alapkületételére 2022. április 20-án került sor a magyar oldalon, Drigai Palánk közelében, az Ipoly parton. Tak ako naše národy spolu v tomto európskom priestore žijú spolu viac ako 1000 rokov, tak pevne verím, že minimálne ďalších 1000 rokov tu spolu v mieri žiť budeme. Pevne verím, že po tom moste, ktorý sa tu postaví, ľudia budú chodiť a za tých nasledujúcich 1000 rokov ani raz ich nezastaví žiaden policajt alebo pohraničiar, ktorý by ich kontroloval a zakazoval by im prejsť na druhú stranu. Pevne verím, že nás čaká už len spoločná budúcnosť, bez hraníc, s čím väčším počtom mostov, čím väčším počtom podaných rúk, čím väčším počtom spoločných manželstiev medzi Slovenkami a Maďarmi, medzi Maďarkami a Slovákmi, ktorí možno po tomto moste si nájdu cestu k sebe. A pevne verím, že nás čaká mierová budúcnosť, spoločná budúcnosť. Som veľmi rád, že ste tu. A budeme všetci rádi. Ďakujem veľmi pekne. A 2,6 milliárd forintból épülő 51,3 méteres acélhíd nyitva lesz a személy és a 3,5 tonna ösztömeget meg nem haladó teherforgalom előtt is. A beruházás részeként mind magyar, mind pedig szlovák oldalon csatlakozó út épül. A tervezett út teljes hossza magyar területen 1089,4 méter, szlovák oldalon 400 méter. Az építés során, már ahogy mindig is szokott lenni, különböző problémák jelentek meg. Ez egy történelmi helyszín, mivel az építkezés megkezdésekor az alapozásnál előkerült a régi hídnak a maradványai. Nagy örömömre szolgál az, hogy ennek nagy részét sikerült megmenteni, és az önkormányzat tervei szerint majd egy új helyen állítják össze azt a boltíves részt, ami még megmaradt a hídból. Ezek az új hidak, utak a helyi közösségek életét teszik könnyebbé. Méltatlan helyzeteket és káros hatásokat előznek meg, illetve számolnak fel. Méltatlan helyzeteket, mert a határ két oldalán élő közösségeknek, családoknak, baráti társaságoknak, vagy azoknak, akik munkavállalás vagy tanulás céljából lépik át a határt, itt ebben a helyzetben most 20 kilométert kell kerülniük, hogy átjussanak oda, ahova gyakorlatilag egy-egy hangosabb szó is áthallatszik. Ennek a hídnak a megépítésével ez a 20 kilométeres kerülő megszűnik, és egy-két perc alatt a két település között át lehet jutni a határon. A közös sikertörténetek, vagyis összeköttetések építéséhez persze olyan emberek kellenek a határ mindkét oldalán, akik elég elkötelezettek az építkezéshez, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Hídépítés a kompromisszumokról szól.
tehát egy Ipoly Hídvég nevű helység, hogy vezessen egy ilyen híd, azért az méltán. Igen, nagyon fontos szerintem, az emberek annyira régóta várnak erre, és ismerünk személy szerint is olyan lakosokat, akik azt mondják, hogy jaj, csak még megéljem, hogy újra átmehessek a hídon. Igen, ezt hallottuk mi is. Ezek annyira személyes történetek, személyes sorsok. Úgy már csak azt várja, hogy ezen a hídon még egyszer át tudjon látni. Így van, így van. Úgyhogy sok embert ezt tart életben. Meg az a tény is, szerintem most már az emberek egyre jobban, ahogy látványosabb már az indikus is, egyre jobban hisznek benne, hogy ez tényleg el fog készülni, és tényleg átmegyük rajta. Hogy most nagy hasznot vennék neki, én azt ma nem tudom megmondani, én öreg vagyok, hogy nyilatkozzak róla. De gondolom, azért ott egyszerűen lehet a sétálni, hogyha még biztos. Az biztos. Hova menne először? Nosztalgiával is elmenne az ember. Hova menne először, hogyha ott mehetne? Nézze meg? Hát csak a túloldalt, hogy van ott még az út, hogy működik, jár arra még valami. Azt kell, hogy mondjam, hogy az egy óriási érték, illetve egy óriási előny, hogy a fejlesztési ügynökség egy olyan non-profit szervezet, amelyik tulajdonképpen a politikától mentes. Éppen ezért sikerült, annak ellenére, hogy kormányváltások voltak, új miniszterek, új államtitkárok, a megyevezetése megváltozott többször is az előkészítés során, mivel mi mindig szakmailag alátámasztott dolgokkal szólítottuk meg az adott szervezeteket, az adott szerveket, minisztériumokat, mindig sikerült megtalálni azokat az embereket, akik támogattak minket ebben. A statikus próbaterhelés van folyamatban. A próbaterhelés során azt vizsgáljuk, hogy a szerkezet a tervezésnél alkalmazott modellhez képest a valóságban hogyan viselkedik. Az első része, ahogy mondtam, a statikus próbaterhelés, különböző teherállásokban hasznos terhet, teherautókat, 31 tonnás teherautókat hozunk fel a hídra, és vizsgáljuk, hogy mi a szerkezet válasza, mekkorát hajlik le, milyen feszültségek keletkeznek a mértékadó helyeken. Ez az első rész, utána dinamikus próbaterheléssel folytatjuk, amikor is különböző sebességekkel, ott már csak egy teherautó fog átmenni a hídon, és azt vizsgáljuk, hogy ennek hatására a statikus teherhez képest milyen dinamikus többlet alakul ki a szerkezetben.
a jelenlegi állapot ott tart, hogy a szerkezetnek a lehajlásait ismerjük, kiszámítottuk, ezekhez képest a mért értékek a számított érték alatt maradnak, tehát úgy tűnik, hogy a modellezett és viselkedés és a tényleges viselkedés összhangban van egymással. Itt most csak gyors vizsgálatokat szoktunk végrehajtani, annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani, hogy rendben van a mérési program. Ha szükséges, akkor például a napsugárzás hatásának kiszűrésére, akkor bizonyos terreállásokat megismétlünk, de jelen pillanatban a szerkezetnek a teljes viselkedéséről még nem tudunk nyilatkozni, az egy hosszadalmasabb folyamat a kiértékelés, nagyon sok adatot gyűjtünk, azokat kiértékeljük, és egy jelentésben fogjuk összefoglalni. Bízom benne, hogy ez a két híd siker sztori lesz, már abból is kiindulva, hogy adottak a gazdasági fejlődési lehetőségek, adott mindaz az a potenciál a térségbe, ami erős fejlesztési előnyökkel járhat. Szerintem a forgalom a két újonnan épült hídon sokkal több lesz, nagyobb lesz, mint az előző két hídnál. De annak érdekében, hogy ez így működjön, mi nem állhatunk le, nekünk továbbra is dolgoznunk kell, tovább fog kelleni építenünk a gazdasági együttműködési lehetőségeket, az oktatási együttműködési lehetőségeket. Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy erősítenünk kell az önkormányzatok együttműködését, a térségben működő különböző szervezeteknek az együttműködését, mert így közösen fogjuk tudni biztosítani azt, hogy a két új híd szolgálja a térséget. Thank you.